Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Kiemelkedően teljesít az autóértékesítési szektor az idén Magyarországon. Az első fél évben több mint harmadával nőttek az eladások. Ez azt jelenti, hogy az előző év azonos időszakához képest majdnem 20 ezerrel több járművet értékesítettek a hazai piacon, vagyis az első fél évben 82.789 személygépkocsinak lett új tulajdonosa. De nőtt a kis teher és a nagy teher gépkocsi értékesítési szám is hasonló mértékben. Új és használt autók terén egyaránt jelentős a mozgás. Az okokról, a kereslet-kínálati változásokról kérdezem mai vendégemet, Kovács József közgazdászt, autóértékesítési szakértét. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez döbbent, hogy ekkora mértékben nőtt az első fél évben 20 ezerrel több személygépkocsi váltott gazdát, lett új gazdája. Mi az oka ennek, hogy Magyarországon ilyen mértékben nőtt meg a kereslet-kínálat az autóértékesítés terén? Nyilván a bázishoz képest nagyon jelentős a változás meg az emelkedés. Itt volt egy hiány, vagy visszamenőleg mondjuk 2008 magasságáig, hogyha visszanézünk, akkor ott még ennél is magasabb számok voltak, de a válság az elvágta ezt a lendületet, és a válság után időszakból kezd most újraélesztődni a piac. És hát nyilván volt egy hiány, ami keletkezett, hiszen sem a magánszemélyek, sem pedig a cégek, vállalatok és vállalkozások nem ruháztak be, vagy nem tudtak beruházni, pedig szerettek volna. És gyakorlatilag a válság kvázi elmúltával pótolják az elmaradásokat, és ez nem csak a cégeknél, hanem a magánszemélyeknél is látható. Azt a hiányt, azt az űrt húzták, halasztották, toldozták, foldozták. Nyilván a cégek előbb-utóbb rákényszerültek, tehát az eladási szerkezetben, hogyha megnézzük, akkor kb. 60% még a céges vásárlások aránya. De ez még ennél is magasabb volt, azért, mert az alacsony darabszámnál a cégeknek előbb-utóbb kénytelenek voltak pótolni az eszközöket, mert szállítani csak kellett valahogy. És láthatóan az erősödéssel, a gazdasági lendüléssel a magánszemély vásárlások jól mutatják, hogy olyan 40% körüli eredménynél járunk, vagy számnál járunk, ami azt jelenti, hogy most már a lakosság is vásárolni kezdett. Zárójeles megjegyzés, hogy a céges vásárlások egy része is azért magánvásárlás, ként is tekinthető, hiszen a cégbe vitt kocsit azt használják magánhasználatra is, de minden esetre örömteli, hiszen a 80 ezeres szám, az, ha kettővel beszorozzuk, 160 ezer, és azért az már a szép reményű. Az valóban örömteli, hogy ekkora növekedés van ebben a szektorban, de ez azt is jelenti, hogy ha cserélik az autókat, akkor megjelenik egy nagyon jelentős használt autóállomány Magyarországon. Erre van-e igény, vagy mi történik egy ekkora bázissal? Lehet-e értékesíteni ezt a jelentős használt autóbázist? Nyilván lehet, meg igény is van rá. Az első fél évben 375 ezer használt autó cserélt gazdát Magyarországon, tehát annyit írtak át gyakorlatilag, ez a jó kifejező szám, 375 ezer. Ez döbbenetesen sok. Döbbenetesen sok, úgyhogy 175 ezer nagyjából az első negyed évben, és 200 ezer a második negyed évben, ami elképesztően sok. Tavaly évben 650 ezer használt autó cserélt gazdát az egész évben, ez 750 magasságából lesz az idén, hogyha így halad, vagy még több. És nyilván van arra is igény, mint ahogy az új autóra is van igény, van egy másodlagos piac, ugye a használt autó piac, amire szintén van igény. Nyilván a hazai piacról is, meg külföldről is. Ebből egyébként 80 ezer külföldről érkezett, tehát, és érdekes a szerkezete is a használt autó. Hát igen, ugye ez itt megint megfogalmazódó nagyon komoly kérdés, hogyha külföldről hozzák be a használt autókat, régi autókat, az ugye az országnak az autó átlag életkor állományát csökkenti, vagy pedig már külföldről újabb autók is érkeznek? Érkeznek, jelen pillanatban olyan 14 év körül van az átlag életkor a kocsiknak, ami nem mondható alacsonynak, hanem inkább magasnak. És itt kétféle szegmens van. Az egyik, ugye hagyományosan régebben, vagy korábban a prémium szegmens érkezett nagyobb számban.
de a prémium szegmens idős korosztálya, mert ugye azt tudták megvenni, tehát a holland tanárnő letett Audiát, még viszonylag jó áron meg lehetett venni, és itthon még szépen is mutatott, de azok az időskorukra való tekintettel nem biztos, hogy jó műszaki állapotban voltak, nyilván ki lehetett fogni, de jelen pillanatban is megvan még ez a szegmens, tehát érkeznek az idős használt autók, de elkezdődött a 1-2-3-4 éves fiatal használt autók behozatala is, vagy azoknak a megvásárlása, ennek is több oka van nyilvánvalóan, de azokat jobban át lehet vizsgálni, tehát azokra jobban rá lehet látni, mert amíg a külföldön is hasonlóan, mint Magyarországon, amíg szervizbe járnak, addig leellenőrizhető. Tehát, és ha leellenőrizhető, akkor a zsákbamacska titulus egy kicsit csökken, vagy jobban eltűnik. Hogyan látják, hogy mennyire változnak a szokások? Még korábban egy jelentős dolog volt, hogy dízelautó vagy benzines autó kettő közül lehetett választani, ma már itt vannak a hibridek, sőt az elektromos hajtású autók. Látnak-e változásokat? Jelentős-e az a változás, hogy a piac igényli azt, hogy már más meghajtások, kicsit környezettudatosabb, környezetkímélőbb járműveket vásároljon a közönség? A szemléletben látható a változás, keresletben is valamennyire. Én azt gondolom, hogy az egy picit túl is van dimenzionálva, tehát ugye a dízelautók problémája az egyes, amikor a lehetővé tették német városokban néhányban csak, hogy a város úgy döntsön, hogy a belváros közepéről kitiltsa a Euró 5-ös vagy 6-osnál gyengébb kategóriai kocsikat. Na most ez nem érint az összes várost, és még nem is határoztak mindenhol úgy. Tehát tulajdonképpen az a nagyobb a füstje még mint a lángja helyzetnél járunk, ami Magyarországot meg aztán végképp nagyon távolról érinti, csak a szele. Ez a, nekem a kelgemarhakor szokott eszembe jutni, tehát ott meg a madárinfluenza. Tehát ott egy picit nagyobb még a hírverés, mint ami ez ténylegesen okoz. Azon kívül láthatóak olyan vásárlások is, amikor nyilvánvalóan dízelautóra lenne a családnak szüksége, mégis benzinest vesz ugyanezen okok miatt, pedig hosszú távra jár és sokat megy, sok kilométert fut. Nyilván ott nem indokolt ez. De hát majd ez szépen le fog csillapodni, és akkor helyre fog állni a rend, azt gondolom. A másik kérdésre visszatérve a plug-in, vagy ezekre az elektromos autókra, ott bizony megjelent az igény. Tehát mondjuk a tavalyi évhez képest 14%-os emelkedés van ezeknél a típusú járműveknél, ami szintén jelentős, és ez mindig emelkedni fog. És itt is én úgy gondolom, hogy kétféle szemlélet van. Az egyik az, hogy azért, mert úgy érzi a lelke a vásárlónak, hogy figyeljünk a környezetre, és megtehetem, mindegy, hogy esetleg többbe kerül, vagy nem, mindegy, hogy ki tudom-e használni, vagy nem. Nem baj, hogy nem tudok még úgy tankolni vele, vagy nem tudják úgy szervizelni, majd megoldják, de rászánom, mert azt gondolom, hogy a környezet fontosabb. És hát persze vannak, akik más szempontokat is figyelembe vesznek. Ezeknek az elektromos autóknak azért cégautó kedvezményük van, regisztrációs adó kedvezményük van, nem kell parkolódíjat fizetni, ilyesmi. Tehát ebből a megfontolásból is választhatják ezeket. Minden esetre nyilván az út vége 15-20 év múlva, amikor tudjuk, hogy ezek az elektromos autók bizony tér fognak hódítani. Hát, lássuk, mi lesz a jövő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm. A rostszegény étrend igen komoly hatással van a vastagbélre. Bélgyulladás okozhat, vagyis úgynevezett öblösödést, orvosi kifejezése divertikulózis alakulhat ki a helytelen táplálkozási szokások miatt. Elsősorban azoknál jelentkezhet, akiknél az étkezés a félkész termékekre, a rostokban szegényes ételekre korlátozódik. Különösen az 50 év feletti korosztálya veszélyeztetett, harmaduknál jelenik meg a betegség. Hogyan lehet észrevenni ezt a betegséget? Milyen esetben érdemes és kell orvoshoz fordulni, szakemberhez? Hogyan lehet megelőzni a kialakulását? Többek között erről kérdezem műsorunk állandó szakértőjét, Anatória István gasztroenterológus professzorot. Szép estét kívánok!
Jó estét kívánok! Amikor professzor először említette, hogy diverkulózissal fogunk foglalkozni, vagyis ilyen öblösödéssel, akkor úgy meglepődtem, hogy hát ez ilyen sokakat érintő betegség, hát és a válasz aztán még meglepőbb. Igen. A modern életvitelünkkel, modern táplálkozásunkkal tulajdonképpen párhuzamos. Az ősembernek nem volt divertikulózisa, mert 28-30 évig élt, ette a rostot, ette a magokat, és nem alakult ki ilyesmi. A modern táplálkozással, ami a felvezetőben is elhangzott, a rost szegénységgel, aztán a mozgásszegény életformával kapcsolatban egy picit lustábbá válik a vastagbél. Kevésbé mozog, és ezért ott felhalmozódó rost szegény anyagokból alakulhatnak ki tulajdonképpen a divertikulumok. A definíció annyit jelent, hogy a bélfal belső rétegeinek, a nyálkahártyának a kitüremkedését tapasztaljuk az izomrétegen keresztül kívülre a bélfal külső kontúrjára. Hogyha megtetszenek mutatni a négyes ábrát, azon kiválóan látszik ennek a elhelyezkedése. Igen, tehát ezen az ábrán is látszik, hogy hogy néznek ki ezek a bélben belül. Tehát ilyen kis kiboltosulások vannak. Na most ezeknek megvan a természetes veszélye. Itt a rost szegény besűrűsödött, igen, erre az ábrára gondoltam, hogy főleg a vastagbélnek a bal oldalán alakulnak ki ezek a jól látható kis tasakok kívül. És ezek aztán nem is néznek ki jól, ezek rengeteg problémát okozhatnak. Ha most visszamennénk a kettes ábrára, amit az előbb tetszettek vetíteni, ott hogy néz ki ez belülről? Ez úgy néz ki belülről, hogy ilyen kis öblösödések vannak ott, és ezekben megül a széklet, dörzsöli ezeknek a szélét, nem tud kellőképpen ürülni, ennek megfelelően a baktériumok tömegei ott helyi gyulladást tudnak okozni, és ebből következnek a divertikulózisnak a szövődménye, amiről beszélünk. A következő ábrán, a hármas ábrán az látszik, hogy az idősebb korosztályban a divertikulózis megjelenése az elképesztően magas. Tehát tulajdonképpen 70-80 év fölött a betegeknek a 80-85%-ában megfigyelhetők ilyen divertikulumok a vastagbélben. Szerencsére a divertikulumok kétharmada nem fog panaszt okozni, csak tudjuk, hogy van, és hogyha az illető egyébként aránylag kiegyensúlyozottan él és táplálkozik, akkor lehet, hogy nem lesz ebből gond. Viszont ha a ötös ábrát betetszenek vetíteni, ott a divertikulózis veszélyeit mutattam, egyel előrébb lévő ábra, amire gondoltam. Igen, tehát itt gyulladás következhet be helyileg, előfordulhat vérzés, tehát a kidörzsölődik a divertikulum széle, és ami a legnagyobb veszély, hogy esetleg átlyukadhat ez a vékony tasak, mert ennek a falában nincs izom. Tehát, hogyha ott ugye a gyulladás nagyon aktív, vagy nagyon nyomja ezt a tasakot, akkor kiukadhat, mikroperforáció következhet be a környéken, tájog alakulhat ki, súlyosabb esetben kiterjedt hashártya gyulladása. Ezek akár életveszélyes szituációk is lehetnek. Ezért tulajdonképpen, amit ezzel tehetünk, és akkor tulajdonképpen a hetes ábrát kellene bevetíteni, ami arról szól, hogy mik a fő kockázati tényezők. Ugye a rossz szegény étrend, a vörös húsoknak a túlzott fogyasztása, ez kb. 4-szeresre növeli a rizikót. Érdekes módon kellett ilyennel is foglalkozzak előadások kapcsán. A vegetáriánus étrend, amelyikben több a rost, ez ilyen szempontból előnyös, ez vitathatatlan. A dohányzás kb. 3-szorosan növeli a súlyosabb szövődmények veszélyét. Mert a dohányzás mellett a bélfal vérellátása romlik, oxigenizációja romlik, és így az a pici átlyukadás hamarabb tud kialakulni a dohányosoknál. A fizikai aktivitás az eleve javítja a bélnek a működését, ezért csökkenti a kockázatokat. És az elhízás az tulajdonképpen áttételesen kevesebb mozgáshoz vezet, megint csak még jobbakat eszek, lehetőleg nem rágok annyit, mint kellene, és akkor már megint ott vagyok, hogy nagyobb a divertikulózis kockázata és veszélye. Professzor, most engem egy picit vissza még itt az életkor ábrából adódóan nekem megfogalmazott egy kérdés a fejemben, hogy ugye az ott látszik, hogy 30 év környékétől indul el egyáltalán a veszélyeztetettségi kor. Igen. Mi az, ami alapján mondjuk ezt észreveszi valaki? Tehát ez hogyan derül ki? Tehát mit okoz mondjuk az életminőségben, mindennapokban? Igen, tehát 30 éves kor körül még nem nagyon várható ezzel probléma. Amikor ezek a divertikulumok, és ahogy mondtam, főleg a vastagbél bal oldalán, az úgynevezett szigmabélen vannak ezek 80-90%-ban, akkor ezen a területen baloldali alhasi fájdalom, feszülés,
irritabilitás szokott megjelenni, hát inkább mondom 50 év körül, tehát akinek rendszeresen visszatérően vannak baloldali alhasi panaszai, ott merül föl elsősorban annak a gyanúja, hogy neki divertikulumai lehetnek. Ezt egyébként egy jó hasi ultrahangvizsgálat során is tulajdonképpen észre szokták venni, nem az aprókat, hanem a kicsit nagyobbakat. És akkor az illetőnek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy rost, mozgás, folyadék. Ez a három titka tulajdonképpen annak, hogy biztosítsuk azt, hogy a vastagbél jobban ürüljön, jobban tisztuljon. Ha nagy divertikulumok vannak, ezek nem fognak elmúlni, tehát ez egy létező állapot, ez egy kötőszöveti gyengeséggel, a fal kötőszöveti gyengeségével is összefügg, de a szövődmények kialakulását próbáljuk megelőzni. Ha meg kialakulnak, tehát hogyha valakinek visszatérően van divertikulitis gyulladása, olyankor egy aktív bélkímélet kell, tehát olyankor valóban nem kell a rost, hanem egy hétre mondjuk abszolút rost szegényen kell étkezni, de talán tápszerrel és antibiotikummal lehet ezt meggyógyítani. Ha visszatérően vannak ilyen gyulladásuk, akkor lehet, hogy a sebész egy szakaszt esetleg ki tud vágni ebből a bélből. Ha viszont olyan súlyosak a szövődmények, hogy ez magas lázzal jár, netalántán apró tájogok megjelenésével ebben a régióban, akkor ez mindenképpen sebészi feladat. Sajnos előfordul, hogy ez már csak ebben a stádiumban derül ki, és ennek néha az a kellemetlen következménye, hogyha egy nagyon kifejezett gyulladás alakul ki a bél körül, akkor átmenetileg még akár ki is kell ültetni a belet egy súlyosabb divertikulitiszes szövődmény perforáció kapcsán. Rost, mozgás, víz. Hogyha valaki érzékel most ilyen dolgokat maga körül, nyilván a hipohonderek picit most tolják vissza a hipohondriájukat, de hogyha ezt a hármat teszi valaki, és folyamatosan figyel arra a táplálkozásra, a vízbevitelre, a mozgásra, akkor gyakorlatilag az is elérhető, hogy eltűnik ez a fajta kis kiöblösödés? Nem. Ami már kialakult, az nem tud eltűnni, mert az egy mechanikus dolog. Az megtágult, az ott marad. Na de azt, hogy ez növekszik-e, vagy szövődmények kialakulnak-e, ebben tudunk jótékonyan megelőzni. És azért azt hangsúlyoznom kell, hogy gyakorlatilag a betegeknek, vagy a divertikulózissal rendelkezőknek, ugye a fogalom ez azt jelenti, hogy ha valakinek legalább 10 divertikuluma van, akkor beszélünk divertikulózisról. Na most, ez lehet több száz is akár. Na most, ha valakinek ilyenje van, azoknak kétharmadában nem biztos, hogy ez valaha is észrevevődik szerencsére. Mint mondottam, ez egy nagy populációt érint. De a tünetek jelentkezése az ugye egyrészt jelentheti azt, hogy egy 15-20%-ban, hogy vannak panaszok, de még nincsenek súlyosabb szövődmények. És hát körülbelül egy olyan 5-10%-ban jut ez a súlyosabb szövődményekhez el. Súlyosabb szövődmény akár lehet akár egy vastagbélrák, ugye előződésben? Nem. Önmagában a rák az nem ennek a szövődménye. Itt a kiukadás a legveszélyesebb, a vérzés és az átjukadás. Ez a két legfontosabb szövődmény, ami sebészt igényelhet. Professzor, beszélgetésünk végén a konklúzió nem maradhat el. Így van. Szeretném akkor hangsúlyozni, hogy a divertikulózis a vastagbél jóindulatú elváltozása, aminek előfordulási gyakorisága az életkorral egyértelműen párhuzamosan nő, kialakulásában egy kötőszöveti gyengeség, a krónikus székrekedés és a rossz szegény táplálkozás a leggyakoribb okok. Gyulladás, vérzés, perforáció fordulhat elő, mint szövődmény, szerencsére ez csak a betegek 1/5-ében szokott bekövetkezni. A szövődmények megelőzésére a fokozott rostbevitel és folyadékfogyasztás és a fizikai aktivitás ajánlatos. Akut gyulladás esetén antibiotikum és bélkímélet szükséges, ha pedig valóban súlyosabb perforáció alakul ki, akkor nincs más megoldás, akkor sebésznek kell segíteni ezen. Professzor, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Én is köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten ismét várjuk Önöket a képernyők elé, tartsák velünk akkor is, viszontlátásra!